Zajlik a felújított fűtési rendszer tesztüzeme a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. Az intézményben ugyanis kicserélték a régi öntött vas fűtőtesteket lapradiátorokra, és ez együtt járt a csőhálózat és a folyosói nyílászárók korszerűsítésével is. A fenntartó által finanszírozott beruházás több 10 millió forintba került. A Bethlen Gábor Református Gimnázium 2012-ben vált le a termálfűtésről, és még akkor új gázkazánokat telepítettek. Mivel a régi fűtőtestek hatékonysága már semmilyen szempontból nem volt kielégítő, ezért az intézmény az idei nyáron folytatta a fűtési rendszer korszerűsítését. Az öntött vas radiátorokat, csővezetékeket teljesen felszámoltuk, és lapradiátorok kerültek elhelyezésre, és a csőrendszer is természetesen megújult. Valójában a kazánok voltak már meg, tehát a hőközpont az megvolt, és arra kerültök rákötésre mindez, amit most újnak tekinthetünk. Az intézmény vezetésnek komoly egyeztetéseket kellett folytatni a korszerűsítés előtt, ugyanis az épület műemlékvédelem alatt áll. Ezért nem volt mindegy az sem, hogy a folyosói nyilászárókat milyenre cserélik, végül egyedi gyártású ablakokat lehetett csak beépíteni. A költségek több 10 millió forintra rúgtak, amelyet a fenntartó állt annak reményében, hogy a jövőben kevesebbet kell majd fizetni a fűtésért. Az új rendszer kiépült, jelenleg tesztelése zajlik. Nehéz megmondani, hogy valóban mi lesz a megtakarítás mértéke, de 20%-ot remélünk. Lehet, hogy ennél nagyobb mértékű is, de nem rugaszkodnék túlzóan el. Azt reméljük, hogy azért ennek a hatásfokát látni fogjuk majd a költségeinken is. A helyreállítás nem fejeződött be teljesen, nyomai ott maradtak a falakon, valószínűleg egy következő felújítással tűnnek majd el. A fűtés korszerűsítés mellett már régóta esedékes egy átfogó beruházás is, amely várhatóan a jövő tanévben a Modern Városok programból valósulhat meg. Akkor a pincétől a szaktantermeken, a tornatermen át egészen a tetőig minden megújulhat a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban.